Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a Primateknek a Uniclean nevezetű, mindenes ilyen APC-jét fogjuk kipróbálni. Hát, ahogy látjátok, a flakonja egy kicsit megsínlette az utat. Szerintem ez nem a megfelelő flakon ennek a szernek, vagy nem tudom, mert amikor megkaptam, akkor itt az alján el volt repedve, és nem szállítási sérült volt, mert átöntöttem utána egy másik flakonba, ami szintén ilyen hasonló vastagságú volt, tehát nem volt kifejezetten vastag flakon, és hát azt is kikezdte, ugyanúgy az alján megtört, mint ennek. Nem is tudom, mennyire látszik, esetleg ott. Mindegy, tehát az ennek, hogy megtörte azt is, úgyhogy az sem esett le, tehát a polcon volt. Most beraktam egy vastagabba, hát ha abba jobban bírja, úgyhogy majd ne ijedjetek meg, a flakon, amiből használom, abba nem a Turtle Wax-nak lesz a cucca, hanem ez lesz benne, méghozzá 1:2 arányban higítva, hát ezt is lehet az 1:2-től az 1:10-ig higítani, attól függően, hogy milyen kozos a felület, amin használni akarjuk. Hát én most 1:2-höz arányba higítom, mert a gumikat fogjuk megnézni, kettőt fogunk megnézni összesen, két gumit, mind a kettő eléggé le van barnulva, meglátjuk, hogy mennyit hoz le belőle. Úgyhogy kezdjük is. Azt a durva, hát ezt elég rendesen megtámadta. Ezen a kereken úgy fogom megnézni, hogy csak simán leöblítem, majd mindjárt, a másikon pedig majd be is dörzsölöm egyet kefével. Amíg szárad, addig nekiesünk a másiknak. Thank you.
Na hát ez kapott két eresztést, ugye jól belekefélve, valamint a móka kedvéért megnéztem, hogy a felnin hogy működik. Felniről is hozott le egyébként, meg hát ahogy láttátok a gumiról rengeteget lehozott, de várjuk meg mi megszárad, és utána meglátjuk. De a felnin azért még maradt egyéb szennyeződés, úgyhogy azt majd mással fogjuk megtámadni. Na hát még látok ezen barnaságot, de ugye erre a részére csak egyszer ráfújtam, aztán annyi volt. Most megnézzük, a móka kedvéért ráfújjuk még egyszer, hogy akkor hoz-e még le önmagától valamit, és még utána a kefélvel is bedolgozzuk. Na hát, még így látok rajta mindig, úgyhogy még most akkor bedolgozom egyszer ecsettel, és akkor meglátjuk. Na hát most ismét várunk arra, hogy megszáradjon, én addig csinálok valami mást, nektek meg mindjárt jön a folytatás. Na hát közben persze, hogy elkezdett esni az eső, úgyhogy gyorsan elhadarom. Megszáradt ugye ez a kerék is, ez volt az, amit csak kétszer először lefújtam simán, mindenféle bedolgozás nélkül, majd utána végül is kapott harmadjára is bedolgozást, mert a két sima ráfújás nem volt elég. Teljesen meg vagyok elégedve a termékkel, ahogy látjátok a barnaságnak a túlnyomó részét lehozta erről a gumiról is. Úgyhogy egy szó panaszom nem lehet rá. Szaga nagyon erős, a flakonja, szerintem azt ki kell cserélni, a flakonját a forgalmazónak, de ezt leszámítva teljesen jó a termék, nyugodt szívvel tudom ajánlani. Hát mi más tudnék, mi más erről elmondani, vegyétek, vigyétek. Úgyhogy amennyiben tetszett a videó, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen is ehhez hasonló videóról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és legyen szép a napotok, sziasztok!